Azt hiszem, hogy nincs olyan ember a Földön, aki nem szeretné, hogyha véget érne ez a pandémia, ez a szörnyűség, ami ránehezedett az emberiségre. A kérdés az, hogyha mindenki szeretné, hogyha véget érne ez a pandémia, hogyan érhetne véget? Egészen pontosan, hogyan érhet véget a pandémia? Ez a betegség, ez a szörnyűség, ami az emberek elméjében, az emberek szívében, ami az emberek életében van, hogyan érhet véget? Az a baj, hogy mi komplikáltak vagyunk. Isten terve viszont egyszerű. Egyszerűbb, mint gondolnánk. Jött egy olyan gondolat régebb, hogy keresd és éld az egyszerűt. Hogy megtaláld és élvezd a nagyszerűt. Ez volna a lényege az életnek, az életünknek, Isten országának. A megoldás annyira egyszerű, hogy mi nem tudjuk elfogadni, és nem tudjuk bevenni a mi szívünkbe. Mi a komplikált megoldásokat keressük, amelyekhez tudósokra van szükség, összefogásra van szükség, harcra van szükség, maszkokra van szükség, vakcinákra van szükség. De nem. Kedves barátom, Isten nem ilyen. Ha Isten ilyen volna, akkor senki sem menekülhetne meg. Hogyha az ő megoldása, hogyha az igazi megoldás, ha komplikált volna, senki sem menekülhetne meg. De mivel, hogy a megoldás egyszerűbb, mint gondolnánk, én okos ember, homo sapiens, híres homo sapiens gondolnám. Ezért csak akkor menekülhetek meg, akkor kaphatom meg a megoldást, hogyha egyszerűvé válok, hogyha merek egyszerű lenni, a gyermek nem komplikált, a gyermek fejében nincsenek hatalmas tudományok, nincsen biológia, sem genetika, sem immunrendszer. A gyermek fejében, a gyermek szívében bizalom van. Óriási, határok nélküli, feltétel nélküli bizalom mindennel szemben. És ha mi is nem leszünk olyanok, mint a gyermekek, semmiképp sem szabadulhatunk meg a nyomorúságunktól, és nem láthatjuk meg Isten országát. A megoldás egyszerű. És Jézus Krisztus, aki elvileg a kereszténységünk alapja, egyértelműen kijelentette, hogy az igazság el van rejtve, a gyógymód, a gyógyszer el van rejtve az okosok és az értelmesek elől, és meg van mutatva az egyszerű emberek számára, a szegények számára, a lelki szegények számára, a gyermekek számára. Nem Isten rejtette el a megoldást, a gyógymódot, az igazságot. Mi szaladtunk el attól, mi fordítottunk hátat annak. Jézus azt mondja, az írás úgy fogalmazza, hogy áldalak téged, atyám, mennynek és földnek, uram, hogy elrejtetted ezeket az okosok és az értelmesek és a tudálékosok elől, és a kisdedeknek, a gyermekeknek megmutattad, megjelentetted. Igen, atyám, mert így volt kedves te előtted. Nem ő rejtette el. A lényeget kell érteni.
A lelket kell érteni ebből. És akkor most egyszerűen, röviden és tömören elmondom, hogy mi a megoldás. Hogy mi volna a gyógymód a pandémiára. Mi a kiút, nem hogy volna, nem hogy lenne, hanem ez a kiút a pandémiából. Nem azt mondom, hogy volna, mert ha azt mondom, hogy volna, akkor azt jelenti, hogy feltetőleg senki nem fogja azt megkapni. Senki nem fogja azt elérni. Ezért azt mondom, hogy ez a megoldás, ez a kiút a pandémiából. Jól figyelj! Jól figyelj! Ember, jól figyelj! Attila, Jóska, János, Péter, Jakab, Mária, Márta, jól figyeljetek! Két fontos dolog van az ember életében, és az nem más, mint a látás és a láttatás. Minden egyes ember lát. Mindig látunk valamit. Hogyha nem a szemeinkkel, akkor a füleinkkel szerzünk információkat, a tapintásunkkal. Mindenki lát valamit. Az ember nem tud nem látni. Mindenki lát valamit. Igen ám, de az ember nem csak lát, hanem láttat is valamit. Hogyha az ember már kapott valamit, bevet valamit az ő elméjébe, a szemein keresztül, ki is ad ő valamit az ő elméjéből? Az ajkaival. Az ember lát és láttat. Minden egyes ember lát és láttat. Ez a teremtés rendje, hogy mindenki bevesz valamit kintről, és mindenki kifúj valamit belülről, kiad valamit belülről. Jézus Krisztus azt mondja, a szív teljességéből szól a száj. A szív teljességéből szól a száj. Avagy a száj azt mondja, a te szájad, Attila, Botond, Tibor, Levente, Kornélia, Ildikó és mindenki. A te szájad azt mondja, azt szólja, amivel korábban megtöltötte, amit korábban bevett a szív teljességéből. A szív teljességéből szól minden száj. Az én szájam, a te szájad, mindenki szája a szív teljességéből szól. Érted most már, hogy miért nem mindegy, hogy a tested lámpása, a te szemeid, a te érzékszerveid mit engednek be a te szívedbe? Ugye, hogy most már érted, hogy nem mindegy, hogy mit látnak a te szemeid, és mit hallanak a te füleid. Mert azzal fog megtelni a te szíved, amit látnak a te szemeid, és hallanak a te füleid, ember. De hogyha a szív már telve van, akkor az ki is dob valamit magából. Ki enged a világba, a szomszédasszony irányába, a barátaid irányába, a családtagjaid irányába, ki is enged ő valamit. De mit engedjen ki? Hát azt, ami benne van. Ezért hamis, ezért gonoszság és álnokság. Az a kijelentés, hogy kövesd a szívedet, hallgasd a szívedet, és cselekedd azt, amit a szíved akar. Jézus azt mondja, a szívből származnak a paráznosságok, a hazugságok, a gonoszságok, a gyilkosságok. Kövesd a szívedet! Jól van, barátom, de mivel van telve a te szíved? Mivel van telve a te szíved? Mit engedtél be a te szívedbe? Az elmúlt napokban, az elmúlt hetekben, az elmúlt években mit engedtél be a szívedbe? A szemeiden, a füleiden keresztül.
az érzékszerveiden keresztül. Mert amikor a szívedet követed, amikor a szíved hangját követed, barátom, akkor te azt fogod követni, amit beengedtél a szívedbe kintről. Nem tudom, hogy már dereng valakinek, hogy lehet megállítani a pandémiát, hogy lehet megszabadulni attól. Hogyha a székely nép, Gyergyó Szent Miklóson, Csíkszeredában, Hargita megyében, Kovászna megyében, Brassó megyében, Maros megyében, a Kárpát-medencében, és a világ minden táján, hogyha a székely nép az őrültséget, a hazug híreket, a vírus híreit engedi be az ő szívébe, mit fog ő szólni, miről fog ő beszélni az ő embertársaival? Hát arról, amivel telve van az ő szíve, arról fogsz te folyton beszélni, amivel telve van a te szíved, amire néztél, amit láttál és hallottál az elmúlt napokban, az elmúlt hetekben, az elmúlt években. Ki a vírus terjesztője? Ki a vírus terjesztője? Mindenki, te meg én, mindannyian, akik a vírusra figyeltünk az elmúlt napokban, hetekben és években, a testünk lámpását, a szemeinket a vírusra helyeztük. Azt engedtük be, annak a híreit, annak a játszmáit, annak a hazug híreit, annak a propagandáját. Azt engedtük be a szívünkbe. És a szívünk teljességéből szól a szájunk, és továbbadjuk azt, ami a szívünkben van. Követjük a szívünket, és szórjuk tovább a mérget. Beoltjuk egymást fecskendő nélkül, injekciós tű nélkül, oltogatjuk egymást a hírekkel, amit bevettünk a mi szívünkbe. A magasságos Isten kegyelmezzen nekünk. Legyen irgalmas hozzánk. Ezt kívánom. Ennél egyszerűbben, drága barátom, ezt már nem lehet fogalmazni. Ha ebből nem fogod megérteni, akkor nem tudok mást mondani, mint az, hogy fohászkodj, könyörögj, most, ebben a... Ne várj! Kapcsold ki ezt! Most ebben a momentumban fohászkodj, és imádkozz a magasságos Istenhez, hogy gyógyítsa meg a te szemedet, a te füledet, hogy értsd, hogy miről beszél ez a bolond, miről szól, miről szól az igazság? Miről szól a féltő igazság, a féltő szeretet? Imádkozz! Mert ha nem kapsz te látást, ha te nem kapsz gyógyszert, gyógyírt a szemeidre és a füleidre, nem fogod ezt megérteni. Azt kell gondold, hogy megbolondultam. Kapcsold ki ezt! Nem sértődünk meg, nincs harag, kapcsold ki! És fohászkodj. És amikor az Úristen megadja a látást, a gyógyít a szemeidre, a füleidre, akkor talán, hogyha visszajössz, akkor érteni fogsz mindent. Hogyan tudunk megszabadulni a vírustól, a pandémiától? Nagyon egyszerű. Drága székely, honfitárs, polgártárs, drága magyar testvér, úgy tudunk megszabadulni a pandémiától, hogy először is meggyógyítatjuk a szemünket és a fülünket. Először beismerjük, hogy baj van a mi látásunkkal. Szereti a szart bámulni. A romlandót, az ócskát, a rothadót, a hazugságot szereti bámulni a mi szemünk. Istenem, gyógyítsd meg, könyörülj rajtam, gyógyítsd meg az én szemeimet,
az én füleimet. Ez a legelső lépés. Amikor belátom, hogy el van romolva a látásom és a hallásom, és a romlott dolgot vesz be, enged be az én szívembe, hogyha nem látom be ezt, nincs ahogy, tovább nincs is értelme gondolkodni, újból kapcsolt ki ezt a videót, nincs értelme ezt tovább hallgatni. Ha nem tudod belátni, hogy a te szemed látása tönkre van menve, a te füled hallása tönkre van menve, ha te ezt nem tudod belátni, nincs értelme ezt tovább hallgast. Ha nem vágysz arra, hogy az igazi doktor, a Krisztus meggyógyítsa a szemeid látását, a füleid hallását, ha nem vágysz erre, ha nem vágysz arra, hogy a látásodat, a hallásodat teljes mértékben az ő kezébe helyezd, az ő szavába helyezd, ha te erre nem vágysz, kérlek, kapcsold ki ezt a videót, ezt a hangfelvételt, nincs értelme, tovább hallgast. Ha azt érzed a szívedben, a maradék lélek ismereted azt diktálja számodra, hogy igen, kívánod átadni a szemeidet és a füleidet az igaz szónak, az örömhírnek, a Jézus tanításának. Ha ezt kívánod, akkor kérd tőle, minél hamarabb, annál jobb. Ne késlekedj, a holnap nem a tiéd. Ma hallod az igazság, az élet hívószavát. Kérlek, ne késlekedj, kedves barátom. Amikor teljes szívvel ki tudod mondani azt, hogy beteg vagy, beteg a szemed, beteg a füled, és beteg a szíved, és ezért beteg a te szád is. Ha ezt őszintén, meggyőződéssel ki tudod mondani, és mered kérni a gyógyulást, talán instant módon megadja neked az Úristen, mint ahogy sok barátomnak megadta, és nekem is megadta. Hogyha ő megadja a gyógyulást a szemeidnek, a füleidnek, akkor a te szemeid már nem kívánják nézni, nem kívánnak legelni a hazugságon, az őrültségen, a világon, a vallási vezetők dumáján, a politikai vezetők dumáján, a világi vezetők kijelentésén. Nem akarnak már a te szemeid és a te füleid legelni, hanem a füves legelőkön csupán. A zöldellő legelőkön akarnak legelni a te szemeid és a te füleid. Az élet örök mezején akarnak legelni. A te szemed boldog, mert lát. A te füled boldog, mert hall. A te szemed boldog, és a te füled is boldog, mert már nem kívánja a hazugságot. Nem kíván mérgelődni az elbukott, a rothadó, a gyarló miatt. Nem is néz abba az irányba. Hanem az örök élet gyönyörűséges, zöldellő mezején kíván legelni. Így a te szemed, a meggyógyult szemed, a meggyógyult füled az igazságot szippantja, azt engedi be, és valahányszor olyan a gonoszság, a hazugság, a propaganda, a hírek, a Facebookról, YouTube-ról, a világhálóról bezárkóznak, nem engedik azt be. Akkor hunyod be a szemed, és csukod be a füleidet, amikor jön a hazugság, az őrültség, a világ propaganda. És amikor jön az igazság, hatalmas erővel, szerrel, kegyelemmel, akkor kinyílnak a te szemeid és a te füleid, és befogadják azt, és
csak azt fogadják be. És azután mivel lesz telve a te szíved? Igazsággal, élettel, az élet, az örök élet örömhírével, Jézus tanításával, az ő evangéliumával. És majd, ha az ajkaid megszólalnak, ha te szád megszólal, mit fog ő szólni? Hát azt, amivel megvan telve a te szíved. Az életet fogja szólni. Az élet szavát fogja szólni. Mások gyógyulására. És így fog beteljesedni nem az írás, hanem az örökön való ige, az igazság, Jézus szava. Hogy ti vagytok a világ világossága. Drága barátom, meg ne sértődj, kérlek. De amíg te a híreket, a Covid híreket követed, a televízióból, a Facebookról, a YouTube-ról, a te szemeid és a te füleid ezen legelésznek, addig ezzel telik meg a szíved. És amikor megszólalsz, mi vagy te, ki vagy te? A világ sötétsége. A világ sötétsége vagy te. Érted már a lényeget? Hogyan lesz valakiből a világ sötétsége? Úgy, hogy a világi, a mulandónak a rimánkodását, a pánik rohamját hallgatja, és azzal tölti meg a szívet, és azt adja tovább a száj. A cirkuszban, valamint az állatkertben, az oroszlán, ketrece, egy sor rácsból áll. Az oroszlánt a nézőtől sokszor csak egy ketrec, egyetlen egy vasrács választja el. Az Úristen az ember nyelvének két zárat adott, két rácsot adott, adta a fogakat és az ajkakat. Miért? Azért, mert tudta az Úristen, hogy az embernek a nyelve is egy fenevad, mint az oroszlán. Veszélyesebb az oroszlánnál és a medvénél. Mert hogyha az embernek a szíve gonoszsággal van telve, hazugsággal, hazug információval, propagandával, Covid hírekkel van telve az embernek a szíve, akkor jobb, hogyha két rács választja el az ember nyelvét a külvilágtól. De viszont adta az Úristen az ő lelkét, az igazság lelkét, az igazság szavát, hogy az nyissa meg a ketrecet, a ketrecet, a nyelvnek, a nyelv börtönének a ketrecét. Ha Istennek a szent lelke nyitja meg az ajkaidat és a fogsorokat, az választja egymástól, akkor élet jön ki belőle a te nyelvedből. De viszont, hogyha a világ lelke, a híradók lelke, az elnökök lelke, ha az orvosok lelke, hogyha a vallási vezetők lelke szólalna meg a te nyelveden keresztül, akkor jobb, hogyha a rács, vagyis a nyelvet cellájának az ajtói nem nyílnak ki. Mert akkor a halált lehelled rá a világra. Hogy lehelte rá Jézus az ő tanítványaira? A szent lelket. Csak ennyit csinált, hogy vajon csak ennyit csinált volna, nem? Azt mondta, az én beszédem élet és lélek. Drága barátom, ezzel párhuzamosan el kell mondani a másik részét is dolgoknak. A világ beszéde, a híradó beszéde,
az elnök, a miniszterelnök, a polgármester, a vallási vezető, a pásztor, a lelkész, és mindenkinek a beszéde. Halál. És test. Test és halál. A világ beszéde, amit látsz a Facebookon, bármennyire is cicomás, és bármennyire is ígéretes, és bármennyire is hízelgő, az nem más, mint test és halál. A Jézus beszéde, ahogy ő mondta, és ahogy ő meg is mutatta, és be is bizonyította, azt mondta, hogy az én beszédem élet és lélek. Az ég és a föld elmúlnak, minden el fog múlni, már most történik. Tűz van a világban, és jégeső, földrengés, égszakadás. Már most megmozdult a világ, hogy ne higgyünk, hogy ne hihessünk tovább a hazugságban. Az ég és a föld elmúlnak, akik a földiekben bíztak, azok mind elmúlnak. Azt mondta Jézus, hogy az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédem sosem fog elmúlni. Sosem fog elmúlni, mert az én beszédem örök élet. Az én beszédem élet és lélek. Hogy lehelte rá az ő lelkét, a tanítványaira Jézus? Úgy, hogy tanította őket 3,5 éven keresztül, nem csak az utolsó napon lehet rájuk, hanem 3,5 éven keresztül rájuk lehet, valahányszor tanította őket az élet szavával. Mert amikor ő adta nekik az élet szavát, ők el kellett fordítsák a tekintetüket, az ő szemeiket, az ő füleiket a halál szaváról és a halál szagáról. Péter, Jakab, András és a társai János, Bertalan, Taddeusnak a társai Fülöp, ők, amikor a Jézusnak a szavát hallották, addig nem tudtak híradót nézni. Addig nem hallották a császárnak az elméleteit, a császár varázslóinak az elméleteit, a vallási vezetők elméleteit, a zsidók elméleteit, a keresztények elméleteit nem hallották. Miért? Azért, mert az ő szemük, az ő fülük rá volt irányulva az élet szavára Jézusra. És addig ők nem engedték be a halál szavát, a test szavát. Érted már a lényeget? És amikor Jézus elment a földről, ők már telve voltak az ő lelkével. Sőt, hogy igazából akkor telítődtek, miután ugye felment a mennybe, és ők együtt ugye egy helyen voltak, együtt tanakodtak, felidézték mindazt, amit nekik tanított, és megteltek szent lélekkel. Mert élővé vált mindaz, amit hallottak, és mindaz, amit láttak tőle. És így teltek meg ők erővel, az élet erejével. Drága barátom, ez sokak számára egy 2000 éves hazugság, 2000 éves mese, 2000 éves történet. De hadd mondjam el, hogy én láttam embereket, és látok embereket, látok gyermekeket, akik számára ez egy élő, mostani valóság, jelen valóság. Látok gyermekeket, akik beengedik minden nap az élet szavát, és abban fürdőznek, azzal töltik meg az ő szívüket. Nem tudják a híreket, nem tudják a törvényeket, nem tudják, hogy mit mondott az Orbán Viktor. Nem tudják, mit mondott az Európai Parlament elnöke. Nem tudják, hogy mit mondanak az orvosok. Nem tudják. Fogalmuk sincs. Miért? Azért, mert el vannak ők foglalva az élet szavával. Az élet szavának a nézésével és hallgatásával, az élet szavának a bejuttatásával az emberi szívbe, és az élet szavának a megmutatásával. Ez az élet, ez a gyógyulás a Covidból, ez a gyógyulás a pandémiából, ez a gyógyulás a félelemből, ez az egészség Isten lelkében, a Krisztus lelkében. Ennyire egyszerű az igazság, de
Sok embernek ez nem kell. A komplikált megoldás kell. A sok vakcina kell, ami megvakítja őket, zombivá teszi őket. Ez van. Ez van sajnos. A szívem szakad megértük, és Isten könyörüljön rajtuk. A kérdés tehát az, kedves hallgató, drága embertárs, székely testvér, magyar testvér, hogy mi van a te szívedben? Ha nem vagy tisztában azzal, hogy mi van a te szívedben, gondolj csak vissza arra, hogy te az elmúlt napokban, az elmúlt hetekben, az elmúlt években mire irányítottad a szemedet és a füleidet? Az van a te szívedben. Ha pénzszerzésre, akkor a pénz van a te szívedben. Ha pletykálkodásra, a pletyka van a te szívedben. Hogyha a pandémiára, a híradóra, a hírekre, a politikára és a vallásra, a vallás van a te szívedben. A politika van a te szívedben. Ha a perverzióra, a testiségre, a pornóra, a horrorra fordítottad a te szemeidet, a te füleidet, akkor az van a te szívedben. Hogyan is tudnál te mást mondani, mint ami a te szívedben van? Hogy tudnál te mást mondani? Be tudod látni, hogy a te szívedben paráznaság van. Paráznaság a világgal, a mulandósággal, a rothadással, a hazugsággal. Ha be tudod látni, megmenekültél. Mert akkor már tudod is kérni azt, hogy Atyám, könyörülj rajtam. Tisztítsd meg az én szívemet, az én szemeimet, az én füleimet, hogy az én szemeim és az én füleim többé ne engedjék be a halál szavát. És az én szemeim és az én füleim legyenek boldogok, hogy hallják és látják az élet szavát. És az én szívem legyen boldog, hogy telve van az élet szavával. És az én ajkaim, az én nyelvem legyen boldog, hogy az élet szavát adhatja tovább. És én mindenestől boldog vagyok, és mindenestől boldog vagy, mert te vagy a világ világossága. Isten kegyelme, szerelme és oltalma által. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!